Good evening. Join me. This is Drug Report Der News. Promise. Life. Drug Report Der News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Sziasztok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drug Reporter világhíradója, ami a drogpolitikai hírekről és fejleményekről tudósít havi rendszerességgel. Veszélyben az ukrán droghasználók. Putyin ukrajnai háborújának az egész ukrán népre rendkívüli ártalmai vannak. De egyes sérülékeny csoportok, például a hívvel élők vagy az illegális szerhasználók különösen nagy kockázatnak vannak kitéve. A háború előtt 250 ezerre becsülték a HIV vírussal élő ukrán polgárok számát, közülük 150 ezeren kaptak életmentő antiretrovirális gyógyszeres kezelést. Az utcai heroint helyettesítő gyógyszeres kezelésben részesülő drogfüggőséggel küzdő emberek számát pedig 17 ezerre becsülték. Sokan közülük most orosz megszállás alá kerültek, ha nincs hozzáférésük ételhez, vízhez, gyógyszerhez, egészségügyi és szociális ellátáshoz. Amikor 2014-ben a Krím-félsziget orosz megszállás alá került, a helyettesítő gyógyszeres kezelést megszüntették, mivel az Oroszországban be van tiltva. Ennek következtében nagyon sokan meghaltak. Sokan attól félnek, hogy hasonló fog történni azokkal, akik tartós orosz megszállás alatt maradnak. Több tízezer HIV-vel élő és több ezer helyettesítő gyógyszeres kezelést kapó ember elmenekült az országból. Kihívás jelent az is, hogy ők az új tartózkodási helyükön beszerezzék a megfelelő gyógyszereket. A háború veszélyezteti az ártalomcsökkentés jövőjét Oroszországban. A jelenlegi háború nem csak Ukrajnában, de Oroszországban is hatással van az ártalomcsökkentő programok jövőjére, ahol a civil szervezetek az elnyomás új hullámával néznek szembe. Az invázió előtt az orosz hatóságok 15 olyan szervezetet minősítettek idegen ügynöknek, amely HIV megelőző szolgáltatást nyújtott. Egy héttel az orosz agresszió után az orosz törvényhozók egy olyan adatbázis hoztak létre, amely az összes személyt és szervezetet tartalmazza, akiket idegen ügynöknek bélyegeztek. Nyilatkozta a Drug Reporternek Mikhail Golichenko, Kanadában élő orosz drogpolitikai szakértő. Várható, hogy azok a szervezetek, amelyek külföldi támogatásban részesülnek, további represszív ellenőrzésekre számíthatnak, és kigyomlálják az olyan nyugati módszereket, mint amilyen az ártalomcsökkentés. Mondta el nekünk Alexei Lahov, Szentpéterváron élő ártalomcsökkentő. Cannabis legalizálásáról szóló törvényjavaslatot elfogadta az USA kongresszusa. Az Egyesült Államok törvényhozásának alsó háza, a kongresszus, április elején megszavazta azt a törvényjavaslatot, ami véget vetne a szövetségi szintű kannabisztilalomnak, ami eddig is sok fejfájást okozott azokban az államokban, ahol a kannabiszt már korábban legalizálták. Szakértők szerint nem valószínű azonban, hogy a javaslatot a felsőház, a szenátus is elfogadja, írja a Reuters hírügynökség. A Gerald Nadler, New Yorki demokrata szenátor által szponzorált úgynevezett MORE legalizációs törvényjavaslat eltávolítaná a kannabiszt a kábítószerek listájáról, és megszüntetné az azt termesztő, terjesztő és fogyasztó személyekkel szembeni büntetőjogi szankciókat. Eközben egy másik törvényjavaslatot is benyújtottak a kongresszusnak. A PREPARE elnevezésű javaslat annyiban különbözik az előzőtől, hogy ez egy bizottságot bízna meg azzal, hogy javaslatokat tegyen a kannabisz szövetségi szintű szabályozásáról. Szakértők szerint a tálibok ópium tilalma ront a szegények helyzetén. Tálib rezsim által az ópium termesztésére kivetett tilalom azt eredményezheti, hogy az egyébként is ingatag gazdasági helyzetben éhínség és lázadások alakulhatnak ki, mondták el szakértők a Voice of America hírportálnak. Ha a tilalmat valóban végrehajtják, mint 2001-ben is, akkor több százezer afgán földművest fosztanak meg az egyedüli bevételi forrásától, mondta el William Byrd, Afganisztán szakértő. Jeffrey Clements, Kalifornia Egyetem közgazdásza szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a mágtermesztés jelenleg számos család megélhetését biztosítja, akikre alternatíva híján éhezés várhat. A tálibok tilalma előtt a nyugati támogatással működő kormányzat két évtizeden keresztül sikertelenül próbálta megszüntetni az ópium termelését az országban, ami a világ ópium kínálatának több mint 80%-át biztosítja. Az amszterdami polgármester kitiltaná a turistákat a kaffishopokból. Femke Halsema, Amsterdam polgármestere, továbbra is arra törekszik, hogy a külföldiek ne vásárolhassanak kannabiszt a város kaffishopjaiban. Számolt be a Forbes magazin.
Április 11-én helyi hírportáloknak nyilatkozva a polgármester elmondta, hogy szerinte a drogturizmusnak számos káros hatása van, és a kafisopok a szabályozatlan fekete piacról szerzik be a kannabiszt. Ezt a piacot szeretné most a holland állam szabályozni, a teljes legalizáció felé mozdulva el. Amíg azonban ez a szabályozás nem alakul ki, addig a polgármester az egyedüli megoldásnak azt látja, hogy kitiltja a turistákat a kafisopokból. A kafisop tulajdonosok ezzel nem értenek egyet, szerintük ez az intézkedés csak a fekete piac malmára hajtja majd a vizet. A holland kormány jelenleg kísérleti programok részeként számos városban legális ültetvények létrehozását engedélyezte, hogy a kafisopok legális forrásból tudják vásárolni a kannabiszt. Azonban ez a kísérlet előreláthatólag csak 2023-ban kezdődhet el, mivel nem vált akadályokba ütközött. Ez volt már a Drogriporter híradója, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Amennyiben ti is fontosnak tartjátok, hogy legyen hiteles tájékoztatás a drogpolitikával kapcsolatban Magyarországon is, akkor légy szíves támogassatok. Mi nem kapunk pénzt pénztáros Lőrinctől, csak a ti segítségetekkel tudjuk folytatni a munkánkat. Köszönjük. Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop. Making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Air News. Today